Több tucat Görögországban menedékjogot kapott bevándorló vert tábort az aténi Viktória téren, miután a kérelmük pozitív elbírálása után elhagyták a leszboszi menekült tábort, ugyanakkor a további sorsuk megoldatlan. Freshta Husseini 20 éves, Afganisztánból érkezett, a leginkább kiszolgáltatott menekültek támogatásában segíti a helyi aktivistákat. A kormány arra kényszerítette ezeket az embereket, hogy hagyják el a szigetet, de azt nem mondta meg, hova menjenek, mondja Freshta. Kidobták őket, mint a kutyát. Nincs szállásuk, nem beszélnek görögül, nem tudnak pénzt keresni. Hogyan lehet elviselni egy ilyen helyzetet? Akik Görögországban megkapták a menedékjogot, azoknak 30 napon belül el kell hagyniuk az állam által rendelkezésükre bocsátott ideiglenes szállást, és onnantól elvileg gondoskodniuk kell magukról. Civil szervezetek szerint ehhez semmilyen segítséget nem kapnak. Van egy bátyám meg egy nővérem, Svédországban élnek, mondja Freshta. Amikor elindultunk, oda akartunk eljutni. Semmit nem tudtam Görögországról, az itteni táborokról, Móriáról, meg hogy itt kell maradnunk. A bevándorlási minisztérium írásban azt nyilatkozta az Euronews-nak, hogy a menekülteket nem küldték el, maguktól hagyták el Lesboszt. Azt is írták, hogy ajánlottak nekik szállást a kontinensen lévő befogadó központokban, de ezt többen elutasították. A történelem, mintha ismételni önmagát, mondja az Euronews tudósítója. 2015 drámai nyara óta sokan úgy gondolták, hogy a főváros terein soha többé nem táboroznak majd hajléktalan menekültek. 5 évvel később a görög hatóságoknak megint arra a kérdésre kell választ találniuk, mi legyen ezekkel az emberekkel.